Hogyan keresett az egyik csapattársam folyamatosan 25 dollárokat? Ahogy itt látható, tehát 25 dollár ki volt fizetve, 25 dollár ki volt fizetve, 25 dollár ki volt fizetve, és itt látható sorozatban 25 dollárosokat, jutalékokat kapott. Hogyha akarod tudni, akkor maradjál vele. Üdvözöllek, Richard vagyok. Lehet valaki olyan vagy, aki most ugye, kereső fázisban vagy az interneten, keresgél, szeretnél tudni meg többet arról, hogy hogyan tudnál pénzt keresni, vagy lehet valaki olyan vagy, akinek már van egy online üzlete, és mellette szeretne tudni, hogyan tudná még kiegészíteni a jövedelmét. El kell mondjam, jó helyen vagy, fogok jönni néhány információval, ami lehet, hogy a segítségedre lesz. Tehát a csapattársam, ahogy láttad, sorozatban gyűjti be, hogyha mondhassuk így is, tehát a bankszámlájára sorozatban jönnek ezek a 25 dolláros jutalékok. És vajon, hogy csinálta, igaz? Ez a nagy kérdés. Hát el kell mondjam, hogy először is választott egy jó terméket. Tehát kell legyen egy terméked, amit ugye promoválsz, és ez egy olyan termék kell legyen, amit az emberek keresnek, megvásárolnak, tehát egy keresett termék kell legyen. És ahogy láttad, ez egy keresett termék, mivel sorozatban ugye vásárolják az emberek. De nagyon fontos, hogy egy olyan termék legyen, amit az emberek keresnek. És ahogy láttad itt, tehát 25 dollárok a sorozatban, és elmondhassuk, hogy ez most már attól függ ki, hogyan gondolja, lehet ez egy kevés, lehet kicsi jutalék, lehet másnak ez egy elég elfogadható jutalék, főleg, hogyha minden nap igaz, bejön egy ilyen jutalék, az nagyon jó. Sőt, bejöhet többször is naponta, tehát bejöhet kétszer-háromszor, attól függ, hogy mennyi energiát fektetsz vele. És tehát nagyon fontos, hogy a jutalék igaz, az így egy kicsit nagyobb legyen, mert el kell mondjam, hogy nagyon sok program van az interneten, különféle termékekkel, ahol például van olyan, hogy fizet neked egy ilyen 20%-ot. Fizet neked ki a cég, vagy 25%-ot, ami nagyon kevés, az úgy lehet 1 dollár, még lehet 1 dollár sem, lehet úgy 2 dollár. Tehát ez nagyon kevés, és talán nem is érdemes ezért dolgozni. De gondolom, hogy egy 25 dolláros jutalék az elég jó, főleg, hogyha többször is bejöhet naponta. És bejöhet akár minden nap. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzed, hogy a jutalék, tehát az nagyobb jutalék legyen abban a programban, azzal a termékkel, mivel te is fogsz örvendeni ennek, és a másik dolog, hogy a csapattársaid is fognak örvendeni, és akkor ők is fognak dolgozni. Tehát ugye megéri, hogyha a jutalék jó nagy, akkor megéri dolgozni. És a következő dolog, amire pedig szükséged van, egy promoválás, tehát hogy hol promoválsz, hol hirdeted a termékedet, tehát ez nagyon fontos, és ugye mi használjuk a szociális médiákat, ugye Facebook, most itt vagyunk a YouTube-on, lehet az Instagramot, Pinterest, LinkedIn, TikTok és más ilyen platformok, amiket tudsz te is használni, gondolom, hogy rajta vagy a szociális médiákon. És akkor lássuk ezt a munka csapattársamat, mit csinál. Tehát itt vagyunk az ő Facebook oldalán, tehát ő a Facebookot használta, és látod, különféle ilyen bejegyzéseket tesz, tehát ilyen vonzó, amivel vonzza tulajdonképpen az embereket, és azt írja, hogy az emberek felteszik a kérdést, akarok több információt, miről van szó. Érted? Tehát ez a vonzás, a vonzás marketing, tehát ezt akárki meg tudja csinálni, így is úgy is posztolsz a Facebookon, vagy
posztolsz az Instagramon, tehát, és látod, ezt csinálta, itt is van egy másik poszt, tehát saját magáról posztolt, látod, ezt te is meg tudod csinálni. Hát, hogyha ő meg tudta csinálni Ázsiában, Vietnámban, ezt meg tudja csinálni, akkor te is meg tudod csinálni, gondolom ez nem nehéz dolog, így is úgy is posztolsz a Facebookon, Instagramon, más szociális média platformokon, és így lehet ugye pénzt keresni. És a másik dolog, ami fontos, el kell, hogy mondjam, legyen egy ilyen közösség, tehát nézd meg abban a programban, amihez akarsz te, amivel akarsz te partnerséget kötni, hogy legyen egy közösség, legyen egy Facebook csoport, legyen egy olyan segítő közösség, ami téged fog előrevinni, például legyen egy csapatjáték, ez nagyon fontos, ahol ugye azokat az embereket segítik, akik kezdők és még nincsen eredményük. Hogyha van egy csapatjáték abban a csoportban, abban a közösségben, úgy, ahogy van nálunk is, akkor a kezdők is, és azok, akik ugye csak egy pár napja kezdték el, hogy azoknak is legyen eredménye. Tehát erre van egy megoldás. És akkor ez ennyi. Tehát, ahogy mutattam, a munkatársam sorozatban érkezett a bankszámlájára 25 dollárt, ami több mint 10 ilyen jutalék, tehát elég jó. Oké. Akkor ebben a videóban ennyi lett volna, köszönöm, hogy itt voltál. Ha akarsz többet megtudni az arról, mivel mi foglalkozunk, akkor a videóm alatt van egy link. Ott tulajdonképpen fogsz kapni egy ingyen videót, ami neked majd elmondja, hogy hogyan is működik. És akkor ennyi volt. Köszönöm, hogy nézted. Egy szép napot kívánok, minden jót, és szia!